Végül pedig következzenek a sporthírek néhány mondatban. Bravúros győzelmet arattak az elmúlt hétvégén idegenben Püspökladány ellen az ANKSE játékosai. Óriási mérkőzésen sikerült 16-22-es végeredményt produkálniuk. Az első félidő a hazaiaknak kedvezett, hisz Ladány gárdája vonulhatott előnnyel az öltözőbe. A második félidőben azonban fordult a kocka, összekapták magukat a szobosztóiak. Minden passz, minden kapura dobott labda fennakadt a hálóban. Köszönhető volt ez annak, hogy valódi csapatmunkában játszottak a lányok. Jelenleg a tabella 6. helyén állnak. A bajnokság utolsó mérkőzését hazai pályán a Városi Sportcsarnokban a HNKSE alakulatával játsszák, június 2-án szokatlan időpontban reggel 9-től. Szintén fantasztikus győzelmet aratott a bajnokság 21. fordulójában idegenben a HNKSE csapata, a Berettyóújfalu gárdája ellen 20-24 arányban. Mondhatni, még gödörből jött ki csapatuk, hiszen az előtte lévő két mérkőzést elvesztették, amit nem kellett volna. Tájékoztatta a televíziónkat Zelizi Miklós, csapatuk edzője. Az egész csapat olyan lelkesedéssel, kedvel játszott, hogy a jóval esélyesebb Berettyóújfalut sikerült megverniük. Június 2-án találkoznak az ANKSE gárdájával, ami számukra tét nélküli találkozó, ezért önfeled felszabadult mérkőzést szeretnének játszani. Múlt csütörtökön Mike Pécs otthonába látogattak a HFSG játékosai, ahol sajnos 70-66 arányban vereséget szenvedtek. Úgy érkeztek Mike Pécsre, hogy mindenképpen győzniük kell, hiszen ahhoz az utolsó helyezett csapathoz látogattak, akiknek még nem volt győzelmük, és itthon 39 ponttal verték meg őket. Ehhez képest vereség lett a vége. Az első negyedben már voltak jelek, hogy nem minden lesz rendben, de Boros Bea, csapatuk edzője, reménykedett a végeredményt illetően. Az első negyed végén még sikerült előnyt szerezniük, amit megtartottak a második negyedben is, de a harmadik negyedben fej-fej mellett haladtak a csapatok, és az utolsó negyed végére az ellenfél átvette a vezetést, és végül számukra kedvezett a mérkőzés. Sajnos rengeteg tanulivalunk van még, főleg csapategység szinten, de próbáljuk leredukálni a hibákat a jövőre vonatkozóan, tette hozzá az edző. Jelenleg a tabella 8. helyén állnak. Reméljük, hogy a bajnokság utolsó mérkőzésén idegenben Derecske gárdája ellen sikerül felülkerekedniük. Kiválóan szerepeltek a hajdúszobosztói Árpád-ese úszói az elmúlt hétvégén, a 17. alkalommal megrendezett óvodától az olimpiáig elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. 13 úszóklub 285 versenyzője mérte össze úszótudását a Szentesi Szabadidő Központban lévő medencében, ahol 14 érmet zsebelhettek be versenyzőink. A hajdúszobosztói Árpád-ese 12 versenyzője vett részt a megmérettetésen. Közülük Dobos Dorottya lett a csapat legeredményesebb úszója, 3 arany és 1 ezüst érmével. Úszóink 5 arany, 4 ezüst és 5 bronzéremmel gazdagodtak. A szintén nemzetközi úszóversenyen a május 25-én megrendezett második NVSI kupán Nagy Ivett Fanni korosztályában az előkelő 2. helyen végzett 50 méteres mellúszásban. Gratulálunk az elért teljesítményekhez!